estét kívánok, kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió esti hír összefoglaló műsora november 27-én pénteken. Hétfőn eldőlhet a Mosó-Magyaróvári Panta Aqua Kft. Sorsa. Véget ért a lüktető belváros projekt Győrben, és csaknem 2 millió forintnyi bírságot osztott ki a hulladékkommandó. Ezekkel a témákkal is részletesen foglalkozunk ma esti regionális adásunkban, de először mutatjuk kiemelt híreinket. Osztrák származású gazdálkodó vásárolt 88 hektárnyi földterületet Rajkán. Az 56 éves férfi jogilag megfelelt az előírásoknak, hiszen életvitelszerűen hazánkban él. Új sportpályát kapott a Győri Bartók Béla iskola. A 2 millió forintba kerülő beruházást felajánlásból tudták finanszírozni. Könyv jelent meg Pócik Józsefről, a Rábaetó és a magyar futball korszakos egyéniségéről. A Pócik bombákat tegnap mutatták be. És enyhén felhős időre kell számítanunk a következő napokban, csapadék nem várható a hétvégén. Adásunk végén mondjuk a részleteket. Paul Meixner, vagy ahogyan a környéken sokan ismerik, Meixner Pál. Ő az a gazdálkodó, aki a földárveréseken állítólag külföldiként vásárolt magyar földterületet. A Miklóshalmán született földbirtokos azonban magyar-osztrák kettős állampolgár, így teljesen szabályosan jutott a 88 hektáros szántóhoz. A kérdéses földterület egyébként évtizedekkel ezelőtt még családja birtokában volt. A jelenlegi birtokától néhány kilométerre született Paul Meixner 400 évre visszamenőleg tudja igazolni családja magyarságát. Több mint 20 éve gazdálkodik Magyarországon, és az osztrák állam engedélyével néhány éve vette fel a magyar állampolgárságot is. Így kétség sem fér hozzá, hogy szabályosan jutott a szántóhoz. Én magyar állampolgár vagyok, én igazságért apu, nagyapu mindent visszamenne, mindenki magyar volt, és én milyen itteni a gazdaság kezdette, utána én beadta kérelem a állampolgárság, és kapta egy két hónapon belül a magyar állampolgárság. Itt most a Magyaróvára önkormányzott. A 88 hektáros terület 2051-ig szóló haszonbérleti szerződéssel rendelkezik. Az új tulajdonos szeretné hasznosítani a területet, de még nem tudja, milyen lehetőségei lesznek rá. Annyit azonban elárult a szarvasmarha tenyésztéssel és kukorica exportálással foglalkozó gazda, hogy inkább gyermekeire gondolt, amikor a földterület megvásárlására adta a fejét. Mindig volt a családi tulajdon, a rokonság itt ez a földön, és én tart ez, hogy jogos próbálni enezíteni, szerezni a család. Én igazságileg kevesebb fogni ez a földön valószínűleg csinálni, én pár éves múlva nyugdíjas menni, és a gyerek miatt tovább csinálni a gazdaság, ő fogni ezt használni, oder fogni ezt tovább vinni. A gazdálkodó külön örült annak, hogy sikerült a család egykori birtokát visszavásárolnia, hisz az 5 hektáron elterülő tanyája az említett terület közvetlen szomszédságában áll. Így a szántó hasznosítása is sokkal egyszerűbb lesz majd a jövőben. Hétfőn eldőlhet a Mosó-Magyaróvári Panta Aqua Kft. Sorsa. A cég működése augusztusban lehetetlenült el, akkor a város elindította a csődeljárást, a menedzsment pedig befektetőt keresett. A becslések szerint eddig 500 millió lehet a cég vesztesége. A Kisalföld információi szerint viszont egy előzetes megállapodás született az eladásról. Leitner László cégvezető annyit mondott el a lapnak, hogy csak az értékesítés után és a várossal együtt adhat tájékoztatást az eladás körülményeiről. Annyit elárult, hogy a fő kérdés, hogy sikerül-e megállapodni a város tulajdonában maradó utak sorsáról. Lezárult a lüktető belváros projekt Győrben. A 2013 óta tartó városrehabilitációs programban számos belvárosi sétáló utca és épület újult meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam összesen 725 millió forinttal támogatta a fejlesztéseket, de összességében mintegy 7 milliárdot költöttek az elmúlt években a belváros felújítására. A cél többek között az volt, hogy a Dunakapu tér és a Széchenyi tér teljes megújulása mellett az azokat összekötő kis utcák is jó állapotúak legyenek. 70 millió forinttal kevesebb iparűzési adóval számolhat jövőre Csorna.
A közgyűlés már elfogadta a város költségvetési koncepcióját. A Városházán arra számítanak, hogy az államtól kapott támogatások jó részt megegyeznek majd az ideivel, de az új felállítandó intézmény a gyermekjóléti és családsegítő központ létrehozására és működtetésére adott finanszírozás nem lesz elegendő. Többletbevételt a kiegészítő támogatások, a pályázatok jelenthetnek, illetve a rendkívüli önkormányzati támogatás. A koncepció megfogalmazásánál az alapvető cél a már folyamatban lévő fejlesztések befejezése, illetve továbbiak előkészítése volt. €5 millió támogatja Tatabánya városa a Kárpátalján élő magyarokat, erről döntött a város képviselőtestülete. A kezdeményezést a Megyei Jogú Városok Szövetsége indította útjára szeptemberben. A pénzből elsősorban azokat a magyar lakta településeket támogatják, amelyek kénytelenek nélkülözni a közelgő télen. Az 5 millió forintos támogatást a város saját költségvetéséből biztosítja. Új sportpályát kapott a Győri Bartók Béla Zenei Általános Iskola. A 2 millió forintos beruházást adományból finanszírozták, és ma már birtokba is vehették a gyerekek. Amellett, hogy a napközis programban komoly szerepet szánnak neki, a tornaórákat is a szabadban tartják majd, amikor az időjárás megengedi. Ahol eddig sár volt, ott most egy új műanyag burkolat várja a gyerekeket a Bartók Béla Zenei Általános Iskola udvarán. Az új pályát, amely adományból készült, pénteken adták át. A 10x15 méteres terület mellé hálót is építettek, így a labdák nem tudnak az úttestre gurulni. A jövőben itt amellett, hogy tornaórákat tartanak, a napközis időszakban is nagy segítség lesz majd. Mindenféle tekintetben óriási segítség, hiszen nem csak a tornaórán fogjuk tudni használni. Ugye a mindennapos testnevelés nagy kihívások elé állítja az intézményeket, de mi ennek ezáltal így már maradéktalanul meg fogunk tudni felelni. Tehát nem csak a tornaórára gondolok, hanem a délutáni időtöltésre. A gyerekek kijönnek a napköziből, és akkor nem a adott esetben saras, kavicsos talajon kell futkározniuk, hanem ezen a szép tornapályán tudnak megfelelő körülmények között mozogni. A pálya 2 millió forintból készült, amelyet a patent csoport ajánlott fel az iskolának. 25 éve fennáll a patent, és 25 éve folyamatosan hát a lehetőségeinkhez képest támogatjuk Győrt sportját, kultúráját, oktatását. Ez pedig a szűkebb régiónk, hiszen itt nagyon sokan érintve vagyunk az iskolával kapcsolatban, hiszen ide jártunk, a gyerekeink ide jártak. Nem is volt kérdés, hogy ha szükség van rá, akkor megpróbálunk segíteni. Hála Istennek most tudtunk. Győrre egyébként is jellemző, hogy cégek vagy magánemberek állnak egy-egy jó ügy mellé, mondta el Fekete Dávid, a város alpolgármestere. Az elmúlt időszakban nagyon sok olyan esemény bizonyította azt, hogy Győrben jó vállalkozónak lenni, Győrben jó olyan vállalkozásnak lenni, ami együtt tud működni az önkormányzattal, és együtt tud működni azokkal az oktatási intézményekkel, amelyek Győr városában működnek. Azt hiszem, hogy a mai sportpálya avatás is egy olyan dolog, egy olyan bizonyíték erre, amely mindenképp azt mutatja, hogy nagyon sok olyan vállalkozás van Győrben, aki érzi a társadalmi felelősségvállalásnak a szükségességét. Ha már zeneiskola, természetesen a köszönet is zene, egészen pontosan ének formájában hangzott el. Csak nem 2 millió forint bírságot osztott ki a hulladékkommandó Győrben. A rendőrség és a közterületfelügyelet közös akciójukban olyanokra vadásztak, akik a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken szétszórták a szemetet, vagy nem odavaló hulladékot vittek oda. A bírságok összege 5-től 70 ezer forintig terjedt, 10 esetben pedig eljárást is indítottak a szabálytalan szemetelők ellen. Összesen 5 ezer köbméter szemetet szállított el a Győrszól ezekről a helyekről. 20 éve várja már a vásárlókat a Győri Agrafi Kft. Családi vállalkozásként indult, már azonban sikeres üzletté nőtte ki magát. Azt mondták, népszerűek az egyedi ajándéktárgyak, amelyekből bizonyára a karácsonyi időszakban is sok fogy majd. Több mint 2 évtizede bélyegzők gyártásával indult a családi vállalkozás, azóta pedig jelentős fejlődésen ment keresztül. Már a vállalkozások és magánszemélyek igényeit is kielégítő üzletként működik a belvárosban. Az Agrafi a napokban ünnepelte 20. születésnapját. Sikerült annyira felfejlesztenünk ezt a bélyegző készítést, hogy kénytelenek lettünk üzletet nyitni.
Annak idején ez az üzlet harmad részével indult a nagyságban, most 20 évre visszamenőleg látszik az, hogy mennyit fejlődtünk. Mindig a piaci igényeknek megfelelően sikerült bővítenünk a repertoárunkat, úgyhogy ma már bélyegző, névjegykártya, esküvői meghívó készítésével foglalkozunk. Ezeken kívül a széles választékban mindenki megtalálhatja a kedvére valót, különböző ajándéktárgyak sorakoznak a polcokon, melyek önmagukban is szép meglepetésnek számítanak, de az Agrafi dolgozói gravírozással még személyesebbé varázsolják azokat. Például a hagyományos parkertoltól kezdve a kulcstartó, névjegytartók, boros fa szettek, illetve pohár szetteken kívül tálcákat gravírozunk. Gravírozással lehet kérni szövegeket, emblémákat, céges logókat, tehát lehetőség van arra, hogy nagyobb mennyiségű ajándéktárgyakat rövid időn belül megravírozzunk. Mondhatom, régóta járok, szerintem 10-15 éve biztos, egyedi dolgokat, mivel én kádár vagyok, és megrendelőim pálinkás, hordott boros díszdobozokat kérnek, és ugye hát úgy kényelmes, hogy azt én megcsináltatom, és ezért ilyen boldog születésnapot, logót, emblémát, ilyeneket szoktak kérni tőlem, és azt a idejövök az Agrafi Kft.-hez. Szinte a kezdetektől járok ide, és tulajdonképpen arról szól a történet, hogy gyorsak, pontosak, és gyakorlatilag viszonylag könnyen megértjük egymást, tehát azokat a munkákat, amiket idehozunk, azokat nagyon gyorsan meg tudjuk beszélni, nem kell körbeírni, és gyakorlatilag egy-két nap alatt elkészülnek. Fémre, üvegre, fára, bőrre, gyakorlatilag minden anyagra tudnak gravírozni, ezeken kívül pedig fényképes ajándéktárgyakat, például egyedi fotókból összeállított naptárat is készítenek. Készítünk feliratokat, képeket, ábrákat, poharak, tehát gravírozásunk kívül bögrékre, szublimációval, illetve tányérokra is lehet kérni, aztán textíliákat lehet kérni ilyen egyedi felirattal. Annak idején, amikor a bélyegzőkészítés készült, elég hosszú volt a határidő, hiszen ketten dolgoztunk vele, úgyhogy akkor még a határidő körülbelül 2 nap volt, ez ma odáig fejlődött, hogy naponta 2-szer készítünk bélyegzőt, úgyhogy majdnem olyan, mint a pékségben, hogy reggel is, meg délben is meleg még a bélyegző, aki átveszi. Ma már az Agrafi híres a serlek kínálatáról is. Különböző kupák és díjak a győri sportesemények jutalmaiként szolgálnak. Fontos, hogy a különböző ajándéktárgyak között mindenki a pénztárcájának megfelelően válogathat. Az olcsóbb daraboktól a drágább, de minőségi termékekig széles a kínálat az üzletben. Ma este hivatalosan is elkezdődik a győri advent. A következő 4 hétben vásárral és számtalan programmal várják majd az érdeklődőket a belvárosban. Idén már a megújult Dunakapu tér is csatlakozik a forgatakhoz többek között a Korcsolya pályával, és ezúttal is megnyitja kapuit a jótékonysági faház is. Szombaton a vadludaké lesz a főszerep Tatán. Az öreg tóra minden évben több 10 000 madár érkezik telelni, akik annyira népszerűek, hogy már egy egész téliköszöntő fesztivált szerveznek köréjük. A tópartján álló madár megfigyelő toronynál egész nap természetvédelmi programok, kézműves vásár, ökojátszóház és a madarokhoz kapcsolódó előadások várják az érdeklődőket. A madarak tavasszal indulnak vissza költőhelyeikre. Könyv jelent meg az Eto FC és a magyar labdarúgás korszakos legendájáról, Pócik Józsefről. A kötetet tegnap mutatták be, természetesen a főszereplő, illetve a szerző Hámor Vilmos jelenlétében. Pócik József idén ünnepelte 62. születésnapját, így a könyvben 62-en mesélnek a focistához kötődő emlékükről. Pócik. Pócik József pályafutásának kezdetétől a válogatottságon át a teljes sportmúltját összefoglalja a most megjelent róla szóló könyv. Megismerhetjük a volt válogatott labdarúgó pályán töltött éveinek izgalmas eseményeit. Az író Hámor Vilmos többeket megszólaltatott, hogy minden irányból bemutathassa a sportoló életét és pályafutását. Pócik Józsiról meg nyilván ezt kérdeztem, hogy miért teszed be. Vitrai Tamást megkérdeztem, Palotai Károlyt megkérdeztem, a futballista társakat, a szurkolókat, és 62 ember különböző szemszögből látta ezt a ragyogó focistát, aki 14-szeres válogatott volt, és így összeállt a kép. Akkor jött a
már a könyv, és jöttek a fotógyűjtések a kicsi korától, amikor még csak pici gyerek volt, és ugye már 53-ban született. A képekkel gazdagon illusztrált könyvről maga a főszereplő is elégedetten beszélt. Elmondása szerint nem csak a saját generációjának jelenthet sokat az írás, hanem a mostani fiatalok számára is választ adhat sok kérdésre. Szerintem nagyon sok jó tanács van benne. Hát mennyien úgy olvassák, hogy na, nem olvasok egy 10 oldalt és félredobom. Tehát, hogyha valaki érdekel a könyv, és egy olyan pályafutás, mint főleg a Verebes korszak volt, hát előtte is volt gyönyörű pályafutása a 70-es években, de ő ez a kiemelkedő rész. Szerintem, ha valaki elolvassa és labdarúgó akar lenni, akkor nagyon sokat fog tenni azért, hogy az is legyen. A dedikáláson nem csak a könyvben találkozhattunk a múltat megelevenítő idézetekkel. A helyszínen többen is felidézték, milyen emlékeket őriz az Eto egykori középpályásáról, illetve a pályafutása idejére jellemző viszonyokról. Előttem vannak máig Jóskának a fantasztikus mozdulatai, mert néha tényleg ő érte, önmagáért is érdemes volt a meccsre járni. Emlékszem egy bajnoki mérkőzésre a mai napig, amikor egészen lehetetlen szögből mindenki várta a beadást, és a Jóska egy váratlan mozdulattal, azzal a rájellemző csibészes elhatározással meglőtte cimbalomszögből a labdát, és a rövid sarokban landolt, fantasztikus volt. Vagy az edzések, már a Kagyló stadionban jártunk ki edzésekre akkoriban, akkor az Eto nemzetközileg is elismert csapat volt. A könyv tehát izgalmas lehet bárkinek, fiataloknak, idősebbeknek, szurkolóknak, és akár a jelen labdarúgóinak is egyaránt. Osztrák származású gazdálkodó vásárolt 88 hektárnyi földterületet Rajkán. Az 56 éves férfi jogilag megfelelt az előírásoknak, hiszen életvitelszerűen hazánkban él. Új sportpályát kapott a Győri Bartók Béla iskola. A 2 millió forintba kerülő beruházást felajánlásból tudták finanszírozni. Könyv jelent meg Pócik Józsefről, a Rába Eto és a magyar futball korszakos egyéniségéről. A Pócik bombákat tegnap mutatták be. Itt a hétvége, benne rengeteg izgalmas programmal. Ma este is itt van velünk a stúdióban Korrodi Petra néhány ötlettel a következő napokra. Szia és köszöntöm a nézőket! Elindult az advent Győrben. A belváros több helyszínén várják az érdeklődőket. A megyeháza előtt és a Baross úton végig vásárosok és forralt bor várja a látogatókat, amíg a Széchenyi téren ott van a Betlehem, a város karácsonyfája és többek között a kisvasút is. A Dunakapu teret se érdemes kihagyni, ott ugyanis korcsolja pályát, a mesemozit és egy körhintát is találhatunk. Aztán Lárpudlár Tatabányán a Pofon egyszerű, avagy egy szerencsés néző viszontagságai című előadás holnap lesz Tatabányán a Vértes Agórájában este 7 órától. Aztán illatos élmények ezen a hétvégén Moson-Magyaróváron a Futurában. Az interaktív élményközpont minden adventi hétvégén meglepetésekkel és érdekességekkel várja a kicsiket és a nagyokat. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Nem lesz eső szombaton, szép tiszta idő várható északnyugaton az előrejelzések szerint. Szombaton hajnalban -1, amíg reggelre +2 fokot mutatnak a hőmérők. Szombaton délutára 2-3 fok köré melegszik a levegő a prognózisok alapján. Szombat estére kicsit több lesz a felhő az égen, mint napközben volt, az esti órákban 1-2 fok valószínű. Marad a csapadékmentes időjárás északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint. Vasárnap a napos időben reggel és este 0, amíg napközben +5 fok valószínű. A hétfő is esőmentes lesz, de több lesz a felhő felettünk, mint vasárnap volt. A nap elején és végén 2, amíg nappal 6 fok várható. Keddre eltűnnek a felhők, a napos időben 7 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, amíg reggel és este 1 fok valószínű. Kedves nézőink, köszönöm egész heti figyelmüket! Önök az Oxigén Televízió műsorát látták november 27-én pénteken.
Friss híradóval legközelebb, hétfőn este 7 órától várjuk Önöket, de érdemes lesz addig is velünk tartani, hiszen rengeteg izgalmas műsorral és filmmel készültünk a következő napokra is. Ezekhez jó szórakozást, a hétvégéhez pedig kellemes pihenést kívánok a viszontlátásra.